málék azért nagyon sokfélék. Van kukorica, hajdina, buzamálé. Hát de krumpli málé is krumpli van. Krumpli málé is van, tehát igen. Mindenféle magból van lehet, málé. Igen. A málénak egyébként ugyanúgy föllevegősödik? Igen, föl. Jó, akkor jó. Ugye szodabikarbona segít rajt. Uh-huh. És tiszta hajdinaliszt. Tiszta hajdinaliszt. Semmiféle buzalisztet nem teszünk bele, csak hajdinalisztet fogunk. Gluténérzékenyek igen, ideje hajrá. Eljött, így van. Nagyon egyszerű, mint minden igen. Régi tradicionális recept, egyszerű. Tepsi méretünk, ugye ez a hagyományos, igen, ahhoz igen. Mondjuk. Két csésze, úgymondván 5 deci hajdinalisztet fogok használni bele. Jó, hogy ma már lehet kapni hajdinalisztet. Aztán... Nem csak itt, mert nem itt mindig csak itt, volt. Igen. Mivel ezt most édesen fogjuk készíteni, ezt most desszertnek készítjük, de ezt sós változatban is nagyon jó lehet készíteni. A hajdina nagyon jó, sósan készítve, lilahagymával, meg szalonnával, aha. Ami egy főétel lehet egy tartós leves után. Uh-huh. Igen. Tehát akkor viszont csak sót teszünk. Akkor csak sót teszünk bele, ugyanígy kell készíteni, csak sóval, tehát cukrot nem uh-huh. Teszünk. De mi most édesen fogjuk készíteni, 2 evőkanál porcukrot rakunk bele. Elég is annyi. Igen, elég, mert... Majd lekvárom egy bele meg. 3 kis pohár, tehát 3x 150 g-os kefirt, vagy aludtejet uh-huh. Rakunk bele, és egy 150, igen, mehet a keverés, egy 150 g-os 20%-os zsíros tejföl teszünk bele. Viszonylag híg masszát kell igen, kapni, ugye? Azt fogunk kapni. Tojást nem teszünk bele, egy icipici sót kérünk még bele, egy picit mindenhez, só. Ugye, amit édesen készítünk, azt is. És az utolsó hozzávaló, amikor már jól elkevertük, már ne legyenek bent csomók, akkor fogjuk majd a szódabikarbonát az utolsó mozzanatként. Hogy ne keverjük ki. Igen. Aha. Igen. Ez igen. Fontos. Mert akkor kikeverjük igen. Az erejét. Most ugyanez a málé kukoricalisztel, ugyanezekkel az arányokkal, tehát az 5 deci kukoricalisztel ugyanígy kell készíteni. Jó, de nem jó? Mindegy, hogy milyen minőségű. Nem. Ha nem jön fel, akkor a liszt minősége a probléma. Sajnos, igen. Akkor ezt egy másik fajta, ugye? Igen. És ilyen gyönyörű, fényes sejmes lett, látod? Igen. Szép lett. Nekem elvon. Újdonság csak. Nagyon jó. És ez egyébként itt termelnek még hajdinát? Hát most már itt Magyarországon, most már itt az őrségben nem. Igen. Szlovéniában nagyon közel, tehát... Hát jó, pár kilométer, pár kilométerre oké. De egyébként tavaly... Én már láttam 2 hajdina ültetvényt is. Na, akkor már... Ispánk felé is volt egy, meg uh-huh. Nagy Rákos felé is volt egy. Úgyhogy szerintem kezdik az emberek visszahúzni. Gyerekkoromban édesapám is termelt itt. Tehát a házunk alatt a tilegben. Igen, igen. Volt, volt. És még mit mesélt a mama, hogy miket csináltak még hajdinából? Például palacsintát. Nagyon jól működik palacsintaként uh-huh. Is. De kenyeret nem lehet, ugye? Azt nem. Hát vegyíteni kell. Tehát lehet, felesbe igen, lehet. Felesbe lehet. Uh-huh. De csak töményen úgy nem. A hajdina akásájából, tehát nem a lisztjéből, hanem akásájából, magból. Igen, a magból, abból felfújtat, tehát mint a rizs felfújt, uh-huh. Ugyanúgy működik, nagyon jó. Jó köretként. És olyan egészséges a hajdina. Hát régen ezen éltek. Hát persze. Hurkát ezzel töltötték, ugye igen. Nem rizssel. Most akkor beleteszünk ugye egy kávéskanálni, ami föl fog józni, ezt éppen csak ugye elkeverjük bent. Éppen csak elkeverem igen. A szódabikarbonát. Igen. Én pedig kizsírozom, és kihajdinalisztezem a tepsinket. Éppen, hogy csak elkevertem, de már jó. Most levegős. Uh-huh. Igen. Csak kemény lekvárt lehet beletenni? Hát igen. Mert lecsúszik az aljára, igen, ugye? Lecsúszik az aljára. Nekem van egy technikám, mondjuk jó, tehetünk bele az elején is, tehát teszünk is bele, de azért sülés közben le fog menni a lekvár is, meg a gyümölcs is, hogyha... Az aljára. Igen, hát ha van idén gyümölcsünk. Tehát akkor tegyünk bele azért kész szilvát, mondjuk, fahéja szilvát, almát, amit, uh-huh. Amit szeretnénk. De ha megvárjuk, hogy egy picit süljön, nyugodtan kinyithatjuk az ajtót, tehát nem képviselőfánk, úgyhogy nyugodtan kinyithatjuk. És akkor is szórjunk bele, és nem fog lesüllyedni. És akkor szebb lesz. Szebb lesz, igen, mutatósabb. Lehúzom róla, hogy jól van. Egyszerűbb legyen bepasszolni a tepsibe a masszát. Tessék! Jó, és akkor csak szépen beleöntjük. Jaj, de szép! Tartsam neked? Uh-huh. Jó, tessék. Nehéz. Igen, régi gránit. Nekem is ilyenek vannak. Igen. Minden cseppje kincs. Az oldaláról leszedjük, mert itt rásül.
Na, és akkor most még a tejfölt. Úgy csináld, ahogy szoktad. Jó. Csak minden esetre sok minden legyen majd benne. Mivel most édesen készítjük, Szilva legfát fogok bele. Így. Adok még egy kannalat. Jobban lejön róla. Igen. Ilyen falat, nem, amiben van egy kis kanálnyi szilva lekvár, az azért olyan jó falat. Igen, meg hát sülés után, ha megsült, akkor mindenki a szeletét nyugodtan megkenheti még lekvárral. Tunkolhatja, cukros tejfölbe. Igen, minden engedett. Ez jó, fel fog majd emelkedni. És a tejföl csak így belecsöpök tejfőbe? Igen, csak hogy szépen úgy megrajzolod vele olyan jó kis krémes tejföl, a könnyű. Tehát helyi a hajdinaliszt, a tejföl, sajátod a lekvár. Igen. Mi baj lehet? Tényleg. Tényleg. Még utána is tehetünk rá, amikor félig sült, mert ez kicsit ez le fog szállni, ugye? Na, hogy látszon is egy kicsit. Így csikozzam meg. Ahogy szeretnéd. Úgy, igen, úgy. Csodálatos lesz. Mindegy. Picasso festmény. Mennyit szoktál rá? Így, ennyit. Aha, körülbelül. És akkor most 160 fokon. Csak 160 fokon. Légkeverés a sütőbe, és akkor egy 25-30 perc alatt, de látni fogjuk, hogy szépen megsül. Jó, és hány perc után lehet kinyitni, hogy tegyünk még a tetejére? Hát látni fogod, hogy már megemelkedett, és kicsit bőrösödik tisztán. Tehát, hogy ne essen teteje. Össze. Igen, azért. Hogy ne essen össze azért megemelkedjen, és akkor még lehet bele egy kis lekvárt rárakni is. Ennyi. Milyen tehát szép. Milyen gyorsan elkészül. Óriási, nem? Tehát légy többi... szíves, add kölcsön a nagymama receptfüzetét. Sajnos nem őriztem, vagy hát jobban van, nem találtam meg, még akkor kislány voltam. Ezt nagyon sajnálom, hogy és kezdete nem maradt rám, meg. De úgy próbálom összeszedni a dolgokat. Ki. Jól van, akkor tetszik. Még ragozod valamiben? Igen. Mit szólnál, hogyha a szilva lekvárhoz egy kis rumot raknánk, és azzal? Rossz nem lehet. Hogy ezt is így kupacokba rakod. De akkor ott el is kenem rajta. Tehát, nem kell. Hogy szeretnéd? Melyiket szeretnéd? Ezt? Hát annyira nagy, úgyhogy csak egy picit levágok jó. Majd valamelyikből. Bocsánat. Ezt így szoktam meg, hogy ezt a tepsit 8 szeretre vágom, aztán... Egy adag egy. Igen. Egy kis porcukor. Na. Egy kicsi. Egy kicsi, igen. Hát félbevágjuk aztán. Hú, milyen laza. Ugye? Mint egy piskóta olyan laza. Egészen így törik. Ez most a jó, Ildikó. Alul is van, fölül is. És rum is. Nagyon könnyű. Könnyű. És valóban elég édes, mert a lekvár, bár cukor nélkül főzted, édes. Ugye? Nem is kellett volna bele. Nem. A széle ropog, belül puha. Mi kell lennél? Nagyon finom. Nagyon köszönjük. Mégis megbírtam enni. Jól van.